vonós négyes versenyt 2022, felújítás a Deák körúton, bántalmazás Tiszafüreden. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 11-én 18 óra 5 perckor. Karcagon rendezték meg az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a vonós négyes versenyt. A megye legtehetségesebb vonós művész palántái érkeztek Karcagra. Összesen 9 művészeti iskolából érkeztek a nevezések. Ezek Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Pest megye egy részét foglalják magukba. A POK illetékességi, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai oktatási központ illetékességi területébe tartozó művészeti iskolák, illetve növendékeik számára volt meghirdetve ez a verseny. A vonós, az egy kicsit tág fogalom, több hangszeren is versenyeztek a legkisebbek. Hegedű, cselló, brácsa és nagybőgő tanszakokon hirdettük meg a versenyt. Jelentkezők a hegedű és cselló szakokra voltak, és mind a két hangszernél 4 korcsoportban mérjettették meg magukat a gyermekek. Karcagon komoly hangsúlyt fektetnek a pedagógusok a tehetségek ápolásában, így karcagi versenyzők is vannak. Természetesen vannak karcaginduló is, hegedűs növendékünk és két csellista növendékünk indult a mai versenyen. Nagyon régóta várták már a felkészítők is és a diákok is, hogy ne online egy kamera előtt kelljen játszani, hanem igazi zsűri előtt és közönség előtt. A verseny sikeréhez és jó hangulatához most a jó idő is hozzájárult. Van most itt összesen 28 gyermek, izgul. Először is azért, hogy a színpadon egy nagyon jó produkciót tudjon nyújtani, másik pedig azért, hogy majd délután az eredményhirdetéskor a zsűri mivel fogja értékelni a munkáját. A zsűri tagjai komoly szakemberekből állnak, akik azonnal észreveszik a tehetséget. Nagyon jó kis zsűrink van, nagyon jó csapat, nem először vannak itt nálunk, és nagyon jó szívűek. És értékelik azt, hogy készülnek a gyerekek, hogy a pedagógusok felkészítik őket, egyrészt, hogy vállalják ezt a megmérettetést, és főleg a kisebb korosztályban nagyon fontos a pozitív megerősítés, hogyha eljön egy versenyre, akkor ott kapjon olyan impulzusokat, hogy legközelebb is nagyon szívesen jöjjön erre a versenyre. A zsűri már délelőtt megkezdte értékelni a produkciókat. Hála jó Istennek, nagyon sok nagyon ügyes gyereket hallhattunk. Azért is jók ezek a versenyek, mert ugye a megyéből azért több tanár tud találkozni, egy kicsit eszmecserét tartani, meghallgatni egymás gyerekeit, hogy ki hol tart. Tehát ez nagyon fontos, főleg így a Covid után, miután nagyon sokáig nem tudtunk találkozni. A gyerekeknek is egy külön élmény, hogy újra színpadon szerepelhetnek, és nem otthon a kis kamera előtt mutathatják be a kis produkcióikat. A zsűritársaim Bogáti Bokor Orsolya, ő is a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium tanára, a Bánfalvi Katalin, ő csellista, ő pedig egy nyugalmazott tanára ugyanennek az iskolának. A zsűri több szempont alapján értékeli a gyerekeket. Szabadon választott gyakorlat és előadási darab volt. Mind a kettőt saját választásuk szerint válogatják ki a tanárok, illetve beszélik meg a gyerekekkel, hogy melyik felel meg nekik. Tehát szabadon választott művek vannak a versenyben. Hogy jó hegedűművész váljon valakiből, nem elég a tehetség. A hegedűművészséghez nagyon sok kitartás és szorgalom szükséges, tehát a tehetségen kívül elsősorban azt tudom mondani, hogy a kitartás és a munka, tehát az, hogy szorgalmasan dolgozik, az nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ő lehet-e majd hegedűművész vagy sem. Sose késő elkezdeni, de mint mindent, ezt is a legkorábban a legjobb. Soha nem késő elkezdeni, tehát felnőttek is nagyon sokszor elkezdik a hangszertanulást, egyrésztből csak azért, mert esetleg gyermekkorukban nem volt rá lehetőség, másrésztből most meg elhivatottan tudják csinálni, vagy lehet, hogy már elkezdték gyermekkorukban, de abba hagyták, és most újra késztetést éreznek arra, hogy folytassák ezt a művészetet, de hát úgy általában iskolai szinten 6 éves korban kezdik, de van, aki sokkal korábban már 4 évesen is elkezd hegedülni.
A karcak közbiztonságáért díjat idén Jenei József rendőr alezredes vehette át, akinek a rangos díjat Szepesi Tibor polgármester nyújtotta át. Jenei József alezredes vehette át idén a karcak közbiztonságáért díjat, amelynek átadására hagyományosan egy különleges napon került sor. A rendőrség napjához köthető a díj átadása. Gyakorlatilag minden évben ezen a napon szokták a rendőrségen a különböző elismeréseket, jutalmakat átadni. Az alezredes elmondta, hogy a díj nem csupán őt illeti, hanem az állomány valamennyi dolgozóját is. Mindenképpen el szeretném mondani, hogy az a díjat én vettem át, de hát ez a mögöttem levő embereknek a munkáját tükrözi, annak a visszaképződése, és nagyon örülök, hogy én, mint a beosztottaimnak a képviselője, ezt a díjat átvettem. Jenei József már igen hosszú ideje teljesít a rendőrség kötelékében szolgálatot. Még 96-ban kezdtem a rendőri pályát, teljesen az alapoktól mozgóőrként Budapesten, a BRFK-nál, és majd utána szépen lassan haladtam előle a ranglétán. Karcolom 2004 májusába kerültem, és azóta kisebb megszakításával folyamatosan itt látok el szolgálatot. Mint megtudtuk, a karcagi rendőrkapitányság mutatói az előző évhez képest is kimagasló, annak ellenére, hogy köztudottan jelentősen megnövekedett városunkban a gépjárművek száma. Összességében elmondható, hogy minden mutatónk az előző évekhez képest is kimagasló, nagyon jó eredményeket zártunk el, saját szakmai területünk is, tehát a baleset megelőzés, balesetekkel kapcsolatban is szintén nagyon jó évet zártunk. Tehát ezt folyamatosan nyomon követjük, óriási forgalom van, nagyon sokan járnak autóval, járművekkel, de ezt napi kontroll alatt tartjuk. Panti Ildikó képviselő asszonnyal beszélgettünk a Deák körúti járdafelújításról a helyszínen. A 8-as számú választókerületben a Lilium és a Deák körút kereszteződésében járdafelújítás van, ahogy több választókerületben is, hiszen az önkormányzat az elmúlt évben a belügyminisztérium pályázatán feladat ellátás szolgáló fejlesztések címmel mintegy 36 millió 300 ezer forintot nyert. Ebből valósulnak meg a járdafelújítások valamennyi választókerületben. Valóban itt vagyunk a 8-as számú választókerületben, a Lilium és a Deák körút kereszteződésében, és mint ahogy a képsorok is mutatják, felújítási munkák vannak, mégpedig járdafelújítás, mint ahogy ez megtörtént már a városban több választó kerületben, hiszen az önkormányzat az elmúlt évben a belügyminisztérium pályázatán feladatellátás szolgáló fejlesztések címmel mintegy 36 millió 300 ezer forintot nyert, és ebből adódóan ezek a járdafelújítások valamennyi választókerületben megvalósulhatnak, és ez öröm valamennyiünknek, nem csak a területképviselőinek, hanem a lakosságnak és egyáltalán a városnak. A közutak mellett a járdák minőségére is nagy gondot kell fordítani, a biztonságos közlekedés épp olyan fontos, mint a közúton való. Tudva levő, hogy a közutak mellett a járdák minőségére is nagy gondot kell fordítanunk, sok feladatunk van ezen a területen, mert a járdán való biztonságos közlekedés éppen olyan fontos, mint a közúton való közlekedés, és ehhez megfelelő jó útalapokra, illetve járdára van szükség. És ilyen formában ez a fejlesztés, itt a területen most a Lilium utcától a Liget utcáig, de folytatódik majd a Liget utcáv, illetve a Liget utcától a Deák körút további szakaszán, csak az már egy újabb választókerületnek a területét képezi. Láthatjuk azt, hogy a járdafelújítás jó minőségben és megfelelő körültekintéssel készül a választókerületben, a megfelelő alapok biztosításával és a megfelelő szegő köveknek a berakásával, mint ahogyan ez látható már a korábban elkészült területen is. Örülünk neki valamennyien, hiszen a járdán közlekedünk, fiataloktól idősekig egyaránt. Fiatalok, gyerekek kerékpárral, idősek, elektromos székkel, támasztó bottal, tehát fontos, hogy az alap, amelyre rálép, az biztonságos legyen. És azt hiszem, hogy most ez a felújítás ezt szolgálja. Örülünk neki, köszönjük az önkormányzatnak, köszönöm a lakók nevében,
hiszen gyakorlatilag az ingatlanoknak a külső képét is formálja szebbé és elfogadhatóbbá teszi. Életveszélyt okozó testi sértés büntetének kísérlete miatt tartottak tárgyalást. A bűncselekmény Tiszafüreden történt. A Jászhegyi Szolnok megyei főügyészség 2021. december 10-én emelt vádat két 37 éves férfival szemben, akik a vád szerint 2021. január 12-én kora este Tiszafüred egyik utcájában két haragos viszonyban álló család között kialakult hangos szóváltás során követtek el bűncselekményeket. A vád szerint a vádlottak családtagjaikkal és ismerőseikkel közösen vonultak fel a másik családházánál, ahol a 15-20 fős társaság hangosan kiabált, szitkozódott és köveket, téglákat dobált a másik család udvarába. A vád szerint a két férfi azonban ennél is tovább ment. Egyikük az ügy elsőrendű, büntetett előéletű vádlottja annak érdekében, hogy bejusson a másik család udvarába, benyomta a nagykaput, de a testvére visszafogta, ezért ezzel felhagyott. Ezután egy földről felvett tégladarabot nagy erővel az udvaron tőle 3-4 méterre álló férfi arcához vágott, aki azonnal elájult. A földre zuhant és többszörös, darabos orcsontörés szenvedett. A vádirat szerint azonban csak a véletlenem múlt, hogy nem került életveszélyes állapotba. Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés büntetének kísérlete és magánlagsértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat vele szemben. Társa, az ügy másodrendű, büntetlen előéletű vádlottja ez alatt a vád szerint egy fegyvernek látszó tárgyal legalább kétszer a levegőbe lőtt, ezért őt csoportosan, társtettesként, fegyveresen elkövetett garázdaság büntettével vádolja az ügyészség. Volt egy fekete táska, lehet abban volt a fegyvernek látszó tárgy, azt a fegyvernek látszó tárgyal lőtt a mi házunk irányába, nagyokat durrant, szerintem gázfegyver lehetett, fekete színű, méretét nem tudom, de két durranás volt. Ekkor a betonlaptól indult a házunk felé, és akkor ott az utcán lőtt kettőt a házunk irányába, de sérülést a lövésekből láttunk a házon. A mai tárgyaláson a vádlottak és tanúk kihallgatására került sor, valamint kamerafelvételek megtekintését rendelték el. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!